Sziasztok! Miért is nem értek egyet az illegális gázkészülék cserével? Illetve nagyon sokan mondjátok, hogy majd külföldről hoztok használt készüléket, meg van a neten, meg egy csomó fórumon ráírjátok, hogy ó, nem kell az új, az nagyon drága, majd szerzünk valami használtat, még olyat is szerzünk, ami matrica van. Értem, tehát eddig nincs is probléma. De nem is biztos, hogy a készüléketek rossz, hanem lehet, hogy a kéményetek, vagy bármi más. Ugye, tök sokszor kiadjátok a ingatlanotokat, albéletbe, stb. Nyilván ez pénz, és minél többet szeretnétek keresni, ezt is megértem, ezzel sincs gond. Kicserélitek a bútort, festetek, raktok be új nyílászárót, elszívott tűzhelyt, tök jó néz ki, de erre nem fogtok költeni, mivel hogy ez majdnem 800 000 forint, úgyhogy ezt elkerülnétek, fölhívtok valakit, vagy rámentek egy fórumra, azt fogja javasolni, hogy szerezzetek egy ilyen használt készüléket, rakjátok föl, és nem lesz semmi gond. Bár ugyanakkor a szerelő nem fogja a nevét adni hozzá, meg semmit, hát ti vagytok ezért a hibásak. Ha esetleg ebből egy haláleset, vagy bármi következik, az a ti hibátok. Mert ugyanis a szerelőt hiába ajánlotta föl egy fórumon magát, ti vagytok érte a felelősek. Ugyanis ti ölitek meg azt az albérlőt, azt az ott lakót, azt a gyereket, aki erről nem tud. Ugyanis lehet, hogy elmentek nyaralni, a gyereketek otthon van, bekapcsolja az elszívót, mit sem tud, hogy ezt egész éjjel nem szabadna télen üzemeltetni, és reggelre meg fog halni. Tehát akkor ki a gyilkosa a gyereknek? Ti vagytok. Nem a szerelő, mert azt se tudják, hogy ki volt az. Ti bíztátok meg. Ugyanakkor nyilván, hogy nem értek ezekkel a szerelőkkel se egyet, úgyhogy légy szíves, ne csináljátok, nem éri meg, ha az ablakra van pénz, a felújításra van pénz, akkor szerintem egy készülék cserére is van pénz, és ugye egy kémény rendbe rakására is. Úgyhogy nagyon figyeljetek oda, mert mindenképpen ti vagytok azoknak az embereknek a gyilkosai, akit ezzel megöltök. Sziasztok!